Na jó, kész a fürdővizem, úgyhogy rövidre fogom. Elmesélek minden fontosat a vaják első évadáról. Íme a kontinens, a proféciák, szörnyek, varázslók, tündék és vajákok világa. A vajákok szörnyvadászok. Már csak néhányan maradtak, ők pedig úgy hívják... Révjai Geralt. Egy nap Geralt belebotlik Strégoborba és Renfribe, akik ki akarják nyírni egymást és beleuhatják elvégeztetni a piszkos munkát. Úgy vélik... Ez a végzet. Mire Geralt... Nekem nem dirigál senki, pláne nem a végzet. Aztán mégis közbeavatkozik és megöli Renfrit, aki az utolsó leheletével azt mondja... A lány az erdőben, ő a végzetet. Mire ő? Aha, már megint ez a szó. Majd a hálátlan nép elűzi a városból. Egy Kökörcsin nevű bárd is csatlakozik Geralthoz azzal, hogy... Kissé kétes a renoméd. Megszabadítanálak a rossz hírnevettől. Geralt a csúnyán elveri egy kecskelény, és elfogják a tündék. A tündék királya Filavadrel így szól. Az őseim segítettek az embereknek, akik lemészárolták őket. És el akarja vágni Geralt torkát. Mire ő? Felőlem csak... Ne nevezz embernek. A tündék pedig elengedik őket, és megszületik ez a fülbemászó dal. Tudjátok melyik? Mire Kökörcsin? Szívességet tettem neked, ezért légy a testőröm Szintrában, a kontinens leghatalmasabb királyságában, ahol Kalante királynő épp férjet keres a lányának, Pavettának. Ekkor a Nilfgaardi császárságról még úgy vélték, hogy csak egy porfészek valahol délen. Rájuk majd még visszatérünk. No. Egyszer csak egy Duni nevű sündisznó ember toppan be és közli, hogy enyém a lányad keze! A meglepetés törvénye jogán. Akik esetleg ezt nem értenék... Öljétek meg ezt a szörnyet! Ha megmentesz valakit a biztos haláltól, kérhetsz érte fizetséget a meglepetés törvénye jogán. Ilyenkor a végzettől kapsz valami olyat, ami a megmentett illetői, csak ő még nem tud róla. Érthető? Hát... Remek! Geralt persze megmenti Dunit a biztos haláltól, ők összeházasodnak és megtörik az átok. Fizetséggyanánt Geralt is gondolja, hogy követi a hagyományt és megidézi... A meglepetés törvényét. Kiderül, hogy Pavetta állapotos, és amikor Geralt rájön, hogy ővé a gyermek örömében, csak annyit mond... Picsába! Ez a varázsló közli bele, hogy a végzet szólott, ha nem veszed magadhoz a gyermeket, végünk. Geralt csak annyit mond... Baromság. Nekem ne dirigáljon senki. Ám néhány álmatlan év után Geralt talál egy dzsint, ami megoldhatja a gondját. Na nem olyan dzsint. Egy igazi dzsint, egy palackban. Ami megtámadja Kökörcsint, és Geralt felkeres egy varázslót. Wengerbergi Yennefer. Ki is ez a Wengerbergi Yennefer? Menjünk vissza és derítsük ki. Ezt a púpos lányt egy varázslónő Tiszája vásárolta meg, és vitte Aretúzába, egy olyan iskolába, ahol megtanulják uralni a káoszt, a varázserőt, amivel a mágusok tárgyakat mozgatnak, és... Szóval értitek. Yennefer hancúrpartija Istred kémkedik utána, és elmondja a testvériségnek, hogy... Ő részben tünde. A tündéket mindenki utálja, ezért elküldik Yennefert Nilfgaardba. Princsilla helyett. Yennefer viszont így szól, leszarom, tégy hatalmassá és szépé. Ez a fazon közli vele, hogy akkor nem szülhet gyermeket. Ő úgy gondolja, az helyrehozható. Ő pedig nem az. És bum, a szexi Yennefer belibeg és elbűvel egy Nilfgaardtól messze élő királyt. Valakinek oda kell menni és Princsilla épp ráér. Na mindegy. Yennefer azóta próbálja meggyógyítani a méhét, és mikor Geralt kimondja, hogy... Rátámadott egy dzsin. Azt gondolja, bingo, baby! A dolgok azonban kicsúsznak a kezéből, és Geralt kíván egyet, hogy megmentse. A dzsin felkiált, hogy szabad vagyok! Yennefer pipa, de rögtön ellenőrzi, hogy sikerrel járt-e. Mikor felébred, Geraltnak már csak a hűlt helyét találja. Ó, az a mocsok! Ne ítélkezz. Oké, ez jogos. Valamivel később véletlenül összefutnak egy sárkányvadászaton. Geralt kérdi... Mit keresel itt ilyen? Ő meg a sárkány szívgyógyító erejű te kis butus. Megtudjuk, hogy Nilfgaard jogos örököse feldúlja délt. Fringillával az oldalán. Emlékeztek még Fringillára? Az egyik új barátja Kehir, a Nilfgaardi sereg parancsnoka. Menő arc. Geraltnak kicsúszik a száján, hogy inkább használom a meglepetés gyerekemet Bruxa csaliként. Van egy meglepetés gyereked. Ó, oh, lebuktál. Na de mi a fene az a Bruxa? Hát lényegében egy... Azt még túl korai lenne elmondani. De megtudod, ha megnézed a második évadot. Na de vissza a Gerlepárhoz. Yennefer nehezen emészti meg, hogy Geralt magára hagyott egy gyermeket, míg neki soha nem lehet. A picsába. Szép mentés, Geralt. Egy csomó dráma, kaland és némi bujjakú firc után Yennefer megsejti, hogy mit kíván Geralt a dzsintől. Ezért nem szakadhatunk el egymástól. Úgy véli, az nem szerelem, hanem varázslat. Dobja is Geraltot, aki melegebb éghajlatokra küldi Kökörcsint. Rendben. Geralt meglátja a Nilfgaardi sereget és azon morfondírozik, hogy talán el kéne mennem Szintrába ránézni arra a kölökre. Akiből most arra a szintrai Cirilla hercegnő lett. Őt a nagyszülei nevelték fel, miután a szülei a tengerbe vesztek. Geralt azzal állít be Szintrába, hogy azért vagyok itt, hogy megvédjem a lányt. Kalante viszont... Te meg a végzet elmehettek a fészkes fenébe. Majd bezáratja a tömlöcbe. A Nilfgaardiak támadnak, megölik a királyt.
és elfoglalják a várost. A varázslók testvérisége is értesül a támadásról. Tessék! És rohannak is segíteni. Kit érdekel? Szóval egy maréknyian elindulnak, hogy Sodennél feltartóztassák a névgárdiakat. Ha megtartjuk Sodent, megmentjük a kontinenst. Ez alatt Kalente a halálos ágyán rádöbben, hogy Geralt segíthet. Geralt! Aki persze lelépett, hogy levezesse a feszültséget. Utolsó leheletével azt mondja Szirinek. Keresd meg Réviai Geraltot, ő a végzetet. Szirin meg csak néz, hogy milyen Geraltot. Elmenekül ezzel a vitézzel, aztán Kehir elfogja, de szerencsére felfedezi, hogy Bétang erőset tud sikítani, ami láthatólag igencsak átütő. Ciri elmenekül az erdőbe, Kehir pedig azon töprenk, hogy hogy a fenébe fogom elmagyarázni ezt a főnökömnek. Ciri pár nappal később találkozik egy tündével. Dára vagyok. És ismét meglépnek Kehir elől egy menekültáborban. Megérkeznek egy elvarázsolt erdőbe, ahol Ciri elég durvát flash-sel és találkoznak ezzel a fura szerzettel. Amitől Darának elege lesz, majd fogja magát, és lelép. Ciri egyedül folytatja útját, és ismét megtámadják, de miután felidéz pár menő versor... Az őrület és a megvetés ideje, a végidő! Elsötétül a kép. Geralt Cirit keresve eljut a menekültáborba, ahol megharapja ez a nyomorult kis rohadék, amitől lázámoktól gyötörve ébred. Kiderül, hogy ez a fickó mentette meg. Ciri arra ébredt, hogy felrobbant vagy valami, és megölte ezeket a brigantikat. Elmegy ezzel a Soden mellett lakó nővel. Ott a Nilfgaardiak a na most kinevet rajtunk felkiáltással mészárolgatnak, mire Yennefer csak annyit mond én, és jól szénné égeti őket. Mellesleg a tűzmágia nagyon is tiltott. Ciri fura álmot lát, amiben Geralt és Tisztája Yennefert keresi, majd elbatyog az erdőbe. Ebben a pillanatban Geralt is megérkezik a házhoz, bemegy az erdőbe, és végre találkozik Cirivel. A végzet győzedelmeskedett. Ciri megkérdi, hogy ki az a Yennefer? Geralt meg csak néz, hogy mi van. Ennyi lett volna. Most már készen álltok a második évadra. Nagyon szívesen.